Reptél zárszámadás fejlesztések, ülésezett a város képviselőtestülete. 25 éves a Pécs Normandia Lions Club, sikeres a szülőszállás. Jótékony célú U12-es focitornát rendeztek Pécset, a gyermekotthonok lakóinak gyűjtöttek. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják május 30-án kedden, tartsanak velünk! Ülésezett a pécsi közgyűlés kedden. A képviselők 48 napirendi pontban döntöttek. Elfogadták a tavalyi év zárszámadását, fejlesztési ügyekben az óvoda felújítások mellett döntöttek. Arról is többek között, hogy eladásra kínálják a repülőteret. Döntöttek arról is, hogy napelempark építésébe kezd a város. Döntöttünk továbbá számos városi fejlesztés megvalósításáról. Többek között arról, hogy az alapellátást, egészségügyi alapellátást továbbfejlesztjük Pécs városában. Most meghozott döntés értelmében több mint 700 millió forintból 7 helyszínen újítjuk meg a háziorvosi felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőket. Ez a 7 helyszín ez magában foglal mecsekoldali helyszíneket, Mikszát, Kálmán utcát, Pécs, Somogy, Vasas és Hird területén számos orvosi rendelő újult meg, valamint Pécsújhegy városrészének is több évtized után lesz saját orvosi rendelője. Ezzel azt mondhatjuk, hogy több tízezer pécsi polgár fog tudni a következő években már felújított, modern, a mai kor követelmények megfelelő rendelőbe menni, amennyiben beteg. Őri László alpolgármester kezdeményezésére első ízben Kertvárosban indult el a Ló az iskolában program azzal a céllal, hogy Pécs legsűrűbben lakott panelházas városrészében is megismerkedhessenek a legkisebbek a magyar nemzeti hovatartozást erősítő lovas kultúrával. A kormány néhány éve kezdett bele a Kincsem nemzeti lovas programba, amelynek célja a lóhasználat fejlődési pályára állítása. Ez adta az ötletet ahhoz, hogy Baranyában is elindítsuk a Ló az iskolába programot, jelentette be Őri László alpolgármester hétfőn a program kezdetekor Kertvárosban, az ANK-nál. A Dél-Dunántúli Lovas Egyesület szervezésében a pécsi ANK tanulói rendhagyó lovagláson és lovaskocsikázáson vehettek részt az intézményben. Pécsi diák is részt vesz a Vitázik a világ ifjúsága vitavetélkedő magyarországi döntőjén. Az eseményen magyar, köztük pécsi tanulók is vitáznak német nyelven a következő kérdésről. Bevezessék-e Magyarországon a feltétel nélküli alapjövedelmet, és versengenek a magyarországi győzelemért az egyetlen német nyelvű közép-kelet-európai vitavetélkedőn. Az országos döntő minden projektországban a vetélkedőív csúcspontja, 10 közép-kelet-európai országból 150 középiskola, összesen mintegy 2300 tanulója vesz részt a Vitázik a világ ifjúsága vitavetélkedőn. A projekt erősíti a vitakultúrát, mint a demokrácia eszközét, és támogatja az európai többnyelvűséget. Magyarországon a projektet többek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Család és Ifjúságért Felelős Államtitkárság is támogatja. Ünnepi konferenciát szervezett az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Pécs Normandia Lions Club május 27-én a Hazai és Nemzetközi Szövetség képviselőinek részvételével. A konferencia fővédnöke Latorcai Csaba elmondta, az önkéntesség és az adományozás kultúrája, mint értékek meghatározzák a Lions Klubok tevékenységét világszerte, ezeknek pedig egyre nagyobb a jelentősége. Kelemen Tünde Márta édesanya 2014 óta tart kap kapcsolatot a Pécs Normandia Lions Klubbal. Gyermeke extrém koraszülött volt. Nagy segítséget kapott a szervezettől ebben az időben. Hirtelen megoldást kellett arra találjak, hogy hogy tudnám a gyermekemet nap mint nap látogatni a koraszülött osztályom. És akkor segítséget kaptam a Normandia Lions Clubtól. Szülőszállást tudtak nekem biztosítani, ami egy olyan hatalmas segítség volt, és amellett, hogy szállást biztosítottak, amellett biztatást, reményt,
és nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam az itt dolgozóktól. A szervezet méltó folytatója és kiteljesítője az alapítók szellemiségének. Az önkéntesség és az adományozás kultúráját emelte ki Latorcai Csaba, helyettes államtitkár. Itt a Pécs Normandiana Lions Club pedig egy olyan különleges és egyedi kezdeményezéssel indult el 25 évvel ezelőtt, akkor, amikor megalapították, aminek nincsen párja Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb felelősségvállalás az, amikor néhányan önkéntesen úgy döntenek, hogy egy intézményt, egy kvázi intézményt hoznak létre, márpedig a szülőszállás, ami a Pécs Normandia Lions Clubnak a sajátossága, az egy intézmény. Hatalmas felelősség azt vállalni, hogy föntartok egy épületet, föntartok egy infrastruktúrát azért, hogy beteg gyermekek szüleinek legyen hol aludniuk akkor, amikor a gyermekük kórházi kezelés alatt áll. A PTE gyermeknéka onkohematológiai osztályának munkáját is segítve Pécset 28 férőhelyes szülőszállást működtett a Lions Club. Az intézményt a leukémiás és tumoros betegségben szenvedő 18 év alatti gyermekeket kísérő szülők térítésmentesen vehetik igénybe. Vékhelyi Erzsébet a klub elnöke így emlékezik. Alakulásunk után 2 évvel megkaptuk az első alaksori helyiséget, aminek borzasztóan örültünk, mert ez azt jelentette, hogy megértették azt, hogy mi mit szeretnénk, és a Pécsváros önkormányzata fontosnak tartotta ezt, hogy a klinika mellett ez a szülőszállás kialakuljon, és számunkra ez a két alaksori helység, ez mindent jelentett akkor, a világ rengető deszkákat, hogy el tudjuk kezdeni ezt a szülőszállást, és tudunk adni lehetőséget az onkohematológiai osztályon kezelt gyerekek szülei számára az ingyenes szállás lehetőségre. Talán ez volt az első hatalmas lépés, amire úgy visszaemlékszek. A kormány a legmesszebb menőkig támogatja a szervezetet, ezért a szülőszállás állami finanszírozással működik. Emellett a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül több alkalommal is részesült a klub állami támogatásban. Latorcai Csaba azt is elmondta, hogy a klub igen sikeres negyed századot tudhat maga mögött, és a konferencia programja is bizonyítja, hogy az egyesület új célok, új feladatok felé kíván haladni. Ez pedig a további sikeres működés egyik alappillére. Az imént látott témában mai vendégünk professzor dr. Decsi Tamás, klinikai igazgató, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központ gyermekgyógyászati klinikájáról. Nagy szeretettel köszöntöm. Üdvözlöm Önt is, a nézőket is. Nagy ünnepség volt a hétvégén, értesültünk az előbbi összeállításból is. 25 éves volt a Pécs Normandia Lions Club, aminek a fő profilja, az egyik nagy projektje a szülőszállás kialakítása volt. Ez a szülőszállás milyen módon tudja segíteni a gyermekeinek, kisbetegeinek, illetve az ott dolgozó orvosoknak, szakembereknek a munkáját? A gyermekklinika bizonyos speciális betegségek esetében, mint amilyen például a gyermekkori daganatos betegségek, elég nagy terület beteg gyermekeit látja el. Nem ritkán 100 kilométer vagy még nagyobb távolság az, amit a beteg gyermeknek meg kell tennie. Ez egy akut klinikai ellátásnál nem jelent különösebb gondot, akkor azonban igen, amikor a gyermeknek adott esetben heteket, netán hónapokat itt kell töltenie a klinikán. Akkor a messze lakó szülők Pécset való elhelyezése egy nagyon komoly gondja a klinikának, és ezen a gondon enyhít nagyon hathatósan a Pécs Normandia Lions Club szülőszállása, ahol immár 28 férőhelyen tudnak elhelyezni a gyermekük betegsége miatt kényszerűen Pécset tartózkodó szülőket. Ezek a szülők napi kapcsolatban talán minden pillanatban ott lehetnek a gyermekeikkel, jól tudom, vagy sejtjük? Igen, igen, tehát a cél az, hogy minél több időt a gyermekkel töltsenek. Ez napközben ilyen-olyan módon a korteremben, vagy hogyha jobban van a beteg, akkor akár egy az udvaron, tehát séta formájában biztosítható. Ami nagy gond volt korábban, az a szülők éjszakai nyugalmának a biztosítása. Ez most már elég régóta és egyre bővülő mértékben a Lions Club segítségével megoldódik. Hogy jellemezzük ennek a kapcsolatnak az intenzitását, immár körülbelül 45 000 eltöltött éjszakáról számolhatunk be.
Hát ez nagyon-nagyon szép és sikeresnek mondható. Én gondolom, hogy napközben, amikor esetleg egy-egy váratlan új eredmény van egy gyermeknek az egészségállapotát illetően, akkor önök így módon talán rögtön közvetlen kapcsolatba is tudnak a szülővel kerülni, nem kell akár telefonon egy sajnálatos hírt, hogy vagy akár egy jobb hírt is közölni, hanem ott közvetlen, akkor gondolom ez is nagyban tudja segíteni ezt a közösséget. Természetesen, és a krónikus betegek köztük a daganatos betegségben szenvedő gyermekek ellátása valóban években mérhető folyamat. Ez elképzelhetetlen a szülők bevonása és segítsége nélkül. Nyilván sokkal szerencsésebb helyzet, hogyha szemtől szembe tudunk beszélgetni, akár naponta többször is, a gyermek ellátásában is résztvevő szülőkkel, mint hogyha csak telefonon vagy netán Skype segítségével tartanánk a kapcsolatot. A gyermeknél milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben, esetleg kisebb vagy nagyobb tételekben? Tényszerűen tudok arról beszámolni, hogy két nagyon jelentős területen vár fejlődésre a gyermekklinika. A gyermek traumatológiai és sürgősségi ellátás fejlesztésének keretében jelentős bővítésre és strukturális átalakításra, például új műtőblokk létrehozására is elnyertünk már támogatást, tehát ez a folyamat a megvalósítás szakaszában van, és amikor megvalósul, akkor ennek a régiónak a baleseti sérülés szenvedett gyermekeit mint egy regionális centrumként tudjuk ellátni. Ezt a feladatot többé-kevésbé ma is betöltjük, de a feltételeink messze nem optimálisak a munkánk elvégzéséhez. A másik fontos fejlődési irány a gyermek és ifjúság pszichiátria fekvőbeteg hátterének bővítése. Jelentős állomás volt a klinika fejlődésének történetében, amikor 2015. novemberében megnyithattuk az ország harmadik olyan gyermekgyógyászati osztályát, ahol csak pszichiátriai betegségben szenvedő gyermekeket és fiatalokat látunk el. Ezt a 15 ágyas osztályt szeretnénk nagyjából 10 ágyal bővíteni a következőkben, és megteremteni azokat a ma még kicsit szűkös feltételeket, amik például egy művészetterápia vagy zeneterápia hátterét is szolgálhatják. A következő 1-2 évben ez a fejlesztésünk is bizton megvalósul, hiszen a fejlesztéshez szükséges anyagi támogatást már elnyertük egy sikeres pályázaton. Mekkora összeget kell elnyerni ehhez? Hát az előbb említett traumatológiai és sürgősségi fejlesztés, ez nagyságrendileg mintegy 1,5 milliárd forintot jelent. A gyermek és ifjúság pszichiátriai osztály bővítése is körülbelül 1 milliárd forintnyi forrást igényel a kívánt mértékben. Ez a következő 1-2 év terve, vagy talán hosszabb távról van szó? Lehetséges, hogy mondjuk a 2 éves határidőn kicsit kicsúszunk, de nagyjából ez a következő néhány évben megvalósítandó jelentős építkezéssel, eszközbeszerzéssel, fejlesztéssel járó beruházás. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Nagyon szépen köszönöm a munkatársaim nevében is. Viszontlátásra! Sorra nyitnak a strandok országszerte. A pécsiek egyik kedvenc fürdőjének megnyitására még várni kell, vélhetően csak június 15-én lehet itt majd csobbanni először a Polák strandon. A még mindig olcsónak mondható, de a tavalyi árakhoz képest kicsit dráguló felnőtt délelőtti napi jegy 580 forint, a reggeli úszójegy 350 forint, napközben 850 forintért frissülhetünk, 17 óra után a jegy 500 forint, az esti fürdőzés 600 forint lesz. A hullámfürdő strandja június 16-án pénteken az iskolai nyári szünet kezdetén nyit, itt reggel 9-től este 7-ig fürdőzhetünk. Versenyképes áraik évek óta nem változtak, mindössze 1000 forintért merülhetünk felnőttként, tükekártyával 900 forintért, a gyerekjegy 560 forint, a diák és nyugdíjas jegy 820 forint, délután 15 órától 600 forint a belépő. 12 produkcióra, köztük vígjátékra, bohózatra, a Lárpullár társulat estjére várja a nagyközönséget, június 21-e és augusztus 6-a között a Pécsi Nyári Színház, a Baranyai megye székhelyen.
Tartalmas kikapcsolódás vár idén is a közönségre, hiszen 17 estén át tucatnyi produkció tűznek majd műsorra a pécsi belvárosban található Káptalan utcai szabadtéri színpadon. A meghívott előadások mellett idén is láthat saját bemutatót a pécsi közönség. A Pécsi Nemzeti Színházzal közös kiállításban kerül színre a Boeing Boeing, vagyis a Leszállás Párizsban című vígjáték, melyben szerepet vállalt a Pécshez ezer szállal kötődő Kossuth-díjas színművésznő Vári Éva is. A Pécsi Nyári Színházról részletesebb információk a www.pecsinyariszinház.hu-n olvashatók. Ezen a felületen lehetőség van internetes jegyvásárlásra is. Az idei Danone foci kupa a gyermekekért elnevezési torna különlegessége, hogy a labdarúgó akadémiák segítségével sportszer és sportfelszerelés gyűjtést szerveztek állami gondoskodásban élő gyerekek számára. Az adományokat a regionális döntőkön adták át az illetékeseknek. Pécset a kaposváriak győztek, így ők képviselik a régiót a budapesti fináléban. 8 U12-es labdarúgó csapat vett részt a világ legnagyobb nemzetközi gyermek focikupájának pécsi regionális döntőjén. A Danone focikupa a gyermekekért torna, a 19 éve futó Tegyünk Együtt a Gyermekekért program részeként valósul meg. A torna célja, hogy a magyar gyerekek álma is valóra válhasson, és egy igazi nemzetközi 32 ország részvételével zajló megmérettetésen vehessenek részt. Az első meccset a Kaposvárral fogjuk lejátszani, Hát én azt várom kupától, hogy mindenképpen feljussunk a budapesti tornára, és az összes meccsünket nyerjük meg. Az idei Danone foci kupa a gyermekekért elnevezésű torna különlegessége, hogy a labdarúgó akadémiák segítségével sportszer és sportfelszerelés gyűjtést szerveztek állami gondoskodásban élő fiatalok számára, ezzel segítve az egészséges életmód és a sportolási feltételek kialakítását. Sportszereket gyűjtöttek nekünk a mérkőzéseken résztvevő gyerekek, ami számunkra azért különösen megható, hiszen az állami gondoskodásban élő fiataloknak is vannak sportszerei, viszont az, hogy gondoltak rájuk ezek a gyerekek, én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat fog jelenteni számukra. Hétvégén Pécset 8 csapat versengett a budapesti döntőbejutásért. Ez nagyon sokat segít ezeknek a srácoknak abban, hogy még jobban megerősödjön bennük az a tudat, hogy ők futballisták szeretnének lenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért tartom nagyon fontosnak ezt a rendezvényt. 2017-ben a torna a Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai támogatásával és jóvoltából jelentősen kibővült. A PMFC, a Szentlőrinc, a Mohács, a Nagyatád, a Dunaföldvár, a Paks, a Kaposvár és a Szekszárd, ugye a régió központ, mint központ a PMFC, és az alközpontok vesznek részt ezen a mai tornán. A torna pécsi regionális döntőjét a kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U12-es csapata nyerte. A somogyi fiatalok a fináléban a házigazdákat, a PMFC csapatát győzték le 0-1-re, így ők vehetnek részt a kupa június 10-ei budapesti országos döntőjében. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Reptér zárszámadás fejlesztések. Ülésezett a város képviselőtestülete. 25 éves a Pécs Normandia Lions Club. Sikeres a szülőszállás. Jótékony célú U12-es focitornát rendeztek Pécset. A gyermekotthonok lakóinak gyűjtöttek. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!